Tehát vitára bocsátásokra és a részt. Vitákra a következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, most napirend utáni felszólás következik. Napirend utáni felszólásra jelentkezett Nyikos László, a Jobbik képviselője, a közpénzkezelés hazai elszámoltatási kultúrájának alacsony színvonaláról 11. rész címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A magyar állam a dualizmus korában kiteljesedett költségvetési jogát évtizedeken át úgy gyakorolta, hogy a törvényalkotási folyamat centrumában az Országgyűlés képviselőháza, illetve az annak nevében tevékenykedő pénzügyi bizottsága állt. Széll Kálmán pénzügyminiszter 1875. szeptember 19-én tett előterjesztést, idézem, az állami költségvetés és háztartás állapotáról és irányzatáról, bemutatván az 1876. évi költségvetést. A miniszteri expozét követően az előterjesztést a házelnök e szavakkal osztotta ki a képviselők között. A ház ezen költségvetést kiadatni rendeli a pénzügyi bizottságnak, és azt odautasítja, hogy az Országgyűlésnek beálló elnapolása alatt is üléseket tartván a költségvetést és törvényjavaslatot tárgyalás alá vegye, és arról jelentést tegyen. Wenckheim Béla miniszterelnök egyidejűleg átnyújtotta ő felségének az Országgyűlés elnapolásáról szóló leíratát, ami szerint az Országgyűlés november 4-i napjáig elnapoltatik. A pénzügyi bizottságnak így módon tehát másfél hónap állt rendelkezésére a költségvetési törvényjavaslat tanulmányozására, bírálatára, korrekciós javaslatok megtételére és jelentés készítésére. Tisztelt Országgyűlés, a múlt század közepéig tartó és a mai törvényalkotási gyakorlat között nem csak az a különbség, hogy az Országgyűlés hosszú időn át elegendő időt hagyott magának és a nevében tevékenykedő pénzügyi bizottságának ahhoz, hogy a költségvetési jogát érdemben gyakorolhassa, hanem az is, hogy a képviselőház többi bizottságának, az igazságügyi, a közlekedésügyi, a közoktatásügyi, a véderő stb. Bizottságoknak nem volt feladata a költségvetés tervezetét a napirendjére venni, és véleményt mondani arról, hogy az általános vitára alkalmas-e vagy sem. Volt például gazdasági bizottság az Országgyűlésnek, de az az ország gazdasági és pénzügyeivel nem, csak is a ház gazdálkodásával foglalkozott. Külön bizottság vizsgálta az állami zárszámadást. Annak idején ugyanis a minisztériumok a számviteli kimutatásaikat egybeállítás és ellenőrzés véget havonta megküldték az állami számvevőszéknek, amelynek a fő feladata a zárszámadás összeállítása volt. A zárszámadást a számvevőszék ellenőrzési jelentésével együtt a miniszterelnök terjesztette az Országgyűlés elé. Ez a gyakorlat számos tanúsággal szolgál a jelenkor számára, és a közpénzekkel való elszámoltatás, valamint a törvényhozó és a végrehajtó hatalmi ág viszonyát alapvetően befolyásolja. A pénzügyminiszter, a nemzetgazdasági miniszter most is elmondja expozéját a kormány gazdaságpolitikai elgondolásairól, a tervezett kiadásokról és a bevételekről, a hiány nagyságáról, a finanszírozhatóságáról. A miniszteri expozét követően a bizottságoknak a Költségvetési Bizottság által összesített véleménye hangzik el arról, hogy alkalmasnak ítélik-e a törvényjavaslatot általános vitára, majd a parlamenti frakciók vezérszónokai mondják el álláspontjukat. Nincs tehát jelentés, nincs a pénzügyi bizottságnak jelentése, részletes jelentése, ami alapján az általános vita folyna. A képviselőház többi bizottságának egykor tehát nem volt feladata a költségvetés tervezetét tárgyalni, és véleményt mondani arról, hogy azt alkalmasnak tartja vagy sem. Az Országgyűlés pénzügyi bizottságának a jelentésének a napi rendrevételével folytatódott a költségvetés plenáris vitája. Ebben a vitában azonban a karmesteri pálca már nem a kormány, nem a pénzügyminiszter, hanem a pénzügyi bizottság előadójának a kezében volt.
A dualista időkben 24 éven át Hegedű Sándor, későbbi kereskedelmi miniszter volt az a fő előadója a pénzügyi bizottságnak, aki kormánypárti képviselőként, szabadelvű párti képviselőként évről évre részletes jelentést készített a egy másfél hónapos viták nyomán arról, hogy a kormánynak a költségvetése milyen karakterű, milyen javításokat kell rajta eszközölni, és ő képviselte a parlamentben, a képviselőházban a törvényjavaslatot. Köszönöm, elnök úr! Tájékoztatom képviselő urat.